Azonnal elfelejtettük, hogy mi szabadok szerettünk volna lenni, mert fontosabb volt a korgó hasunk, mint a szabadságérzetünk. Úgyhogy... Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Profit Faktoron, augusztus 22-e van, én Csaba vagyok, és már is megnézzük a mai, illetve a tegnapi legfontosabb híreket, mielőtt azonban ebbe belekezdenénk. Legyetek kedvesek, dobjatok a videóra egy lájkot, megköszönném, hogyha egy pár szavas kommentben majd ti is elmondanátok a véleményeteket a hírekkel kapcsolatban, illetve a tegnap felkerült egy bitcoin árelemzés, a Discordra, ezzel kapcsolatban a normális esetben ezek a prémium YouTube tartalomra mennek ezek a videók, viszont tegnap az általános chatbe került fel ez a tartalom, köszönhetően bármi FX-nek, úgyhogy ezt pedig a Patreon keresztül már egy havi gombóc fagyi, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, vagy fél kávé áráért egy trollmentes chatben meg tudjátok tekinteni, nem beszélve arról, hogy iszonyatosan megsegíti a munkámat, hogyha megkapom tőletek a kellő támogatást, na csapjunk is bele, és nézzük meg a híreket, már is megosztom a képernyőt. A hírek előtt még egy gondolat a Bitcoin mostani csátjáról, ugye nagyon zakóztunk, és behúztam én ezt a vonalat, itt ezt a sárga vonalat, hogy ez jelzi nekem azt, hogy visszafordult a trend, és e, 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 igazából csak a csatornáknak, meg a különböző trendvonalaknak a behúzásával kapcsolatban szerettem volna egy gondolatot itt elejteni, mégpedig azt, hogy azért nem húzkodom be ezeket a ferde csatorna vonalakat, mert véleményem szerint semmit nem jelentenek, hiszen most is bőven például csatornán belül vagyunk, közben meg volt az Ethereumon egy ilyen 20%-os esés, meg a Bitcoinon is bőven 10 fölötti, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy véleményem szerint visszafordult a trend. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk fölmenni 22-23 ezerig, simán előfordulhat, egész egyszerűen csak egy úgynevezett lower low tehát egy alacsonyabb aljat képeztünk, Aminek a konfirmációja lesz az, hogyha most lesz egy lower high, tehát egy alacsonyabb magassági pont, ahonnan aztán újra megyünk lefele. És hogyha ezeket a zavaró vonalakat innen kiveszem, akkor láthatjátok, hogy már is egészen más képet festünk. Ez szerint a két piros vonal szerint, amit most láttok, a viszintes vonalak, ezek szerint még mindig ugyanazon az áron belül vagyunk, viszont visszafordultunk ebben a véleményem szerint már releváns csatornában, már csak azért is, mert ennek a csatornának az alsó vonala az teljesen megegyezik, hogyha összehúzom a csártot, akkor láthatjátok, hogy megegyezik azzal a, az order blokkal, amit még a rally előtt 2020-ban képzett a piac, méghozzá a heti csárton, ahol még könnyebb észrevenni ezt, a, ezt az order blokkot. Tehát láthatjátok, hogy itt ennek, ennek a heti gyertyának, ennek az úgynevezett intézményi gyertyának a közepébe húztunk itt le, tehát ez egy teljesen releváns Alj lenne, tehát mondhatnánk, hogy megtalálta a piac az alját, de ilyen fundamentális körülmények között azért gondolom, hogy tovább fogunk lefele menni, mert ha megnézitek, akkor az utolsó e, ilyen intézményi, heti order blokk, az 12.000. 74 és 9900 között van, ami még nem lett enyhítve, mitigételve. Most ezekbe a fogalmakban nem megyek bele, de a lényeg az, hogy sajnos véleményem szerint még itt ezt a szintet meglátogatjuk. Sajnos vagy nem sajnos legalább lehet vásárolni, de térjünk át a hírekre. Az Ethereum, mint az előbb mondtam, 18 ot esett, miközben a piacok pirosban vannak, és a hét sem tűnik, hogy olyan nagyon jól indulna, és a, ami jó hír, és kérlek benneteket, hogy a rossz hírhozóját se ítéljétek halára, mint a középkorban, mert abból is lesz sajnos pár ma, viszont a jó hír az, hogy Ausztrália, illetve az Ausztrák kormányzás úgy néz ki, hogy végre Állást foglalt, legalábbis jelét mutatja annak, hogy állást foglalt abban, hogy hogy fogja regulálni a kriptopiacot, és méghozzá jó hír, azért jó hír, mert kaptak 12 ajánlást a szakmától arra vonatkozólag, hogy hogy tegyék ezt meg, és ebből az egyik az, amire most rávilágítottak, hogy ez tetszik nekik, azért még ne ígyunk előre a medvebőrére, de úgy néz ki, hogy egy hatalmas nagy ország épp észre áll neki a szabályozásnak. A szabályozásról jut eszembe, hogy a decrypt.com megjelent egy olyan hír, mi szerint az FTX centrális tőzsde és az Azték hát egyfajta ellentétbe került a Tornado Cash meg a különböző ilyen privacy túlok, -ok, tehát az ilyen az olyan eszközök miatt, amik védik a felhasználók identitását, ilyen az azték is, és ezzel kapcsolatban támadt itt egy kis vita, és egymásra mutogatnak. Ugye az FTX azt mondja, hogy ő nem tiltotta le senkinek a számláját, az azték meg azt mondja, hogy igen. De szerintem itt a tornádókes körül kialakult botrány, amit ugye ismét Amerika okozott, a ugye az volt a probléma, hogy egész egyszerűen akkor is, tehát elfogtak például valakit, egy fejlesztőt, aki egy open source programot fejlesztett a tornádókesre, és azt mondták, hogy tehát őt gyakorlatilag őrizetbe vették, holott ő egy fejlesztő, tehát hogy az ő eszközét mire használják, ugye egy kés, az vághat egy kilós kenyeret is, meg meg is ölhet egy embert, ugye ez a felhasználójától, tehát a szándéktól függ, és jelen pillanatban én azt látom, hogy ez egy olyan, egy olyan problémát okoz a piacon, hogy gyakorlatilag nem tudnak az emberek, illetve a piac, illetve az iparág nem tud dűlőre jutni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Az egész iparágat egy kicsit ennek a, az ellenőrzött világnak a hedgelésére hozták létre, és én ahhoz tudom hasonlítani ezt az egész szivakodást a tornádókes körül, meg a privacy túlok -ok körül, mint amikor Zánkán a nagynéninél nyaraltunk az unokatesokkal, és akkor délután mi a kertbe játék közben eldöntöttük, hogy mi világgá fogunk menni, és szabadok leszünk aztán hirtelen, amikor a nagynéni kiszólt az ablakon, hogy most már kész van az uzsonna, meg amúgy is kezd sötétedni nyomás befele, akkor meg az éjség úrrá rajtunk, és erőt vett rajtunk, és, vagy úrrá rajtunk, és gyakorlatilag Azonnal elfelejtettük, hogy mi szabadok szerettünk volna lenni, mert fontosabb volt a korgó hasunk, mint a szabadságérzetünk. Úgyhogy én ezt érzem egy kicsit a centrális tőzsdék felől, hogy létrehozták a tőzsdéket, hogy hú, majd milyen jó lesz, és ez egy szabad piac, és nincs regulálva, és majd itt mindenkinek meg lesz őrizve. Ha nem tudom, milyen. Most meg, hogy kapnak egy kis koppintást a fejükre, gyakorlatilag mindent eldobva, fejvesztve menekülnek és próbálnak mindenféle szabályozásnak megfelelni, függetlenül attól, hogy épeszű szabályzásról vagy őrültségről van szó. Félre ne értsetek, én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb árfelhajtó ereje majd annak lesz, ha végre beszabályozzák ezt a piacot, viszont nem mindegy, hogy épészel szabályozzák be, vagy azért, hogy újra elvegyék azt a fajta szabadságot, amit sokan megtaláltak ezen a területen. Tudjátok, hogy én a híreket nem csak felolvasom, ez nem egy hírcsatorna, a véleményemet is elmondom, de Ugyanakkor azt is tudnotok kell, hogy ez a véleményszabadsága nem pedig szakmai tanácsadás, tehát sem pénzügyi, sem befektetési tanácsot ne várjatok tőlem. És különben is én csak mondom a magamét mindenki azt gondol, amit akar. Úgyhogy amíg gondolkodtok, addig is a dollár és a bitcoin legyen veletek. Ne felejtjétek, a profitfaktor bennetek is ott van. Nem sokára találkozunk a következő videóban. Sziasztok!